Újabb változások történtek a VKBRL-ben, konkrétan megjavult az egész rádió, elképesztő váratlan fordulat, és ezen kívül elhelyeztek három új tárgyat is a rádión belül, sőt, egy már meglévő tárgyat pedig elvettek a rádióról, amik nagyon sok mindent jelenthetnek, de nem ez az izgalmas, srácok, hanem az, hogy a Brawl Talk konkrétan megjósolta a VKBRL későbbi megjavulását. El volt rejtve, de mégis ott volt a szemünk előtt a Brawl Talkban, egy nagyon fontos pillanatban a VKBRL-le kapcsolatos információk, és ami még nagyon érdekes, hogy maga a VKBRL is el volt rejtve a Brawl Talkban, tehát maga a rádió helyszíne is a Vidám Parkon belül látható volt. Szóval, ha mindent szeretnél tudni, és semmilyen érdekességről nem szeretnél lemaradni, nincs más dolgod, mint hogy maradj velem. Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, üdvözöllek titeket a legújabb Brawl Stars-os videómban, és hát elég érdekes és elég extra dolgok vannak most is itt nekünk információként, és elég durva dolgokról fogok most is beszélni, ugyanis tegnap délután este fele már sajnos elég későn sikerült kiraknom a Brawl Talk elemző videómat, de mindenféleképpen szerettem volna jóra minőségire megcsinálni, ahogy általában azért szeretek dolgozni a videókkal, úgyhogy akkorra sikerült, hogy a suli volt a Brawl Talk idején, és hát amikor hazaértem, meg tudtam csinálni, ugye az egyéb teendőim miatt, hát nem éppen túl hamarra sikerült, de a lényeg az, hogy kitettem azt a videót, tetszett is nektek, szeretétek is, szóval nem volt semmi probléma. Viszont amikor kitettem, konkrétan abban a pillanatban kapcsoltam át utána a VKBRL-re, akkor nézzük bele abba is egy picit, és azt láttam, hogy konkrétan pár perc, mert visszatekertem és megnéztem, és egy-két perc telt el pont a váltás után, pont lemaradtam arról a váltásról, amikor is a riasztó a VKBRL-ben ugye villogott pirosan, és semmiféle hang nem volt már több mint egy napja, ugye a Brawl Talk alatt is ez történt, és délután, ugye tegnap a Brawl Talk napján már szinte este felé megjavult, srácok, a VKBRL. Konkrétan megjavították valahogy a VKBRL-t, ami nagyon érdekes, hogy ugyanúgy néz ki a rádió, mint előtte, de azért mégse, szóval vannak itemek, vagyis van pontosabban egy item, ami eltűnt a rádióról, illetve három új item, három új tárgy oda került, illetve maga a rádióval kapcsolatban is történtek változások, úgyhogy először is ezekről szeretnék nektek beszélni. Először is a hangi változásokról beszélnek, annyi változás történt, hogy a riasztó helyett megjavult a VKBRL, és this is normal. Ez a hang hallható folyamatosan. Hogy pontosan ez mit jelenthet, hát sok mindenre lehet ebből ugye nyilvánvalóan gondolni, de a lényeg az, hogy megjavult, én megmondom őszintén, nagyon meglepődtem ezen, szóval én úgy gondoltam, hogy a Brawl Talk alatt, vagy után, vagy előtt valami fog történni, sőt konkrétan meséltem is tegnap a videómban, hogy a suliban, én a Brawl Talk ideje alatt, ugyan Brawl Talkot nem tudtam nézni, csak szünetbe tudtam megnézni óra után, viszont a padba beraktam a telefont, és ment a VKB-rel, és ment a képernyő felvevő, hogy hát ha fog valami történni, vagy most lesz vége, vagy valami, és az nekem legyen meg, legyen rögzítve, hogy vissza tudjam nézni, hogy hogyan lett vége az egésznek, és nem, srácok, nem hogy nem lett vége, hanem még beletettek egy csavart, amire aztán meg főleg nem számítottunk, és ami nagyon durva, hogy a Max energiaital oda került, kiborult, utána elkezdett beriasztani az egész, és most már megjavult, tehát már négy ilyen képi változás is történt az elmúlt három napban. Nagyon-nagyon-nagyon királyul csinálják szerintem, srácok, az egészet, hogy tényleg van egy ilyen rádiójuk, ahol már fél éve folyamatosan jönnek apróbb, kisebb jelek az update-ekre utalva, mindig az új gadgetekre, az új update-ekre, mindig az animációkra, mindig valamit megjósolnak ezek a bizonyos hangok, és nagyon durva, hogy hát nézték pár százal, most már azért annyira nagyon nem volt, tehát hogy egyre jobban kezdtük azt hírni, hogy jó, most már majd vége lesz, most már lesz ami durranás a végén, most már azt várjuk, és már semmi újat nem tud mutatni. Oké, vannak benne hangok, király, de úgy annyira már nem izgalmas, már fél éve megy ez az egész, most már tényleg legyen valami a végén. És megmondom őszintén, én is ezt vártam, és a tegnapi napon én is kicsit csalódott voltam, hogy nem lett vége, nem történt semmi, ugye a Brawl Talk után, még mondtam is a videóban, hogy a VKBRL nekem egy picit csalódás volt, biztos lesz majd valami, ami majd kárpótolja ezt, és ez az esemény, hogy megjavult és megy tovább, és valószínűleg még valami fog történni, mert most ez a this is normal szerintem, ez csak akkor fog megváltozni rendes szövegekre, akár majd a későbbiekben, vagy bármi másra, hogyha megint változik a kinézet a VKBRL-nek, úgyhogy
nagyon durva, hogy rájöttek, hogy most már annyira nem annyira érdekli az embereket az, hogy csak simán hangokat játszanak le, és azért nem lezárják az egész történetet, hogy legyen valami csattanó a végén, hanem inkább megjavítják, és hát nem is megjavítják, hanem alapvetően elkezdenek tárgyakat pakolászni rá, először az energiaitat, hogy az kiboruljon, és így még jobban feldobni a sztorit, plusz hangokkal. Nyilvánvalóan, mivel ez egy április óta tartó élőadás, ezért lehet, hogy ez nem úgy történt, hogy most látták, hogy már annyira nem érdekli az embereket, hanem előre tudták, hogy mikor fog kb. Lecsengeni ez az izgalom a hang kapcsolatban, ugyanis szerintem ebbe most már nem nagyon tudnak belerakni hangokat. Én úgy tudom, hogy elindítasz egy ilyen YouTube livestreamet, akkor ez csak úgy tud folyamatosan menni, hogyha előre be van programozva. Tehát szerintem már áprilisban beprogramozták azt, hogy majd szeptember bizonyos napjain mi fog történni, ami nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Viszont akkor beszéljünk a képi változásokról, pontosabban a legújabb változásról. Ugye a riasztó, a piros fény villogása után ez történt, hogy igazából megjavult az egész VKBR-rel, viszont nem olyanra javult meg pontosan, mint amilyen előtte volt. És az új itemekről szeretnék igazából picikét részletesebben beszélni nektek. Először is beszélnék a kép jobb oldaláról, és nem is az új dolgokról először, hanem arról, ami eltűnt, ugyanis biztosan sokan észrevettétek, hogy Nani karkötője, ami ugye ott foglalt helyet a kazetta lejátszó tetején, jobb oldalt, az eltűnt onnan konkrétan, úgyhogy azt valaki elvitte, ellopta, nem tudjuk srácok, hogy mi történhetett vele, ezzel kapcsolatban is sok érdekesség lett, de ami a legérdekesebb szerintem, ugye az az, én azt mondtam, hogy 8-bit és Nani nagyon sok módon kapcsolódnak, például úgy is, hogy az 8-bites minigémekben volt az a bizonyos kazetta, ami szerintem és sokak szerint arra utalhatott, hogy ez a kazetta lejátszó itt a VKBR-ben le tudja azt játszani, így csatlakozik 8-bit Nanihoz, és ugye 8-bitből jön ki egy ilyen kis kábel, Naniban pedig van egy ilyen kis bemenet, és úgy is mutatták ezt a Supercell-nél, hogy még egy módon csatlakozik a két karakter, és ráadásul az első skinje mind a kettőknek, ez a Classic, illetve Retro skin, ez nagyon hasonlít egymásra, és ebből én arra következtetem, hogy valami kapcsolat biztos van közöttük, de lehet, hogy például az, hogy a vírus 8-bit skin mellé jön mondjuk egy vírus Nani skin is, vagy valami hasonló, viszont ez nem történt meg, sőt, el is tűnt onnan a Nani jelkép. Úgyhogy ez a történet egyelőre annyira nem izgalmas, sőt veszített az izgalmassági értékéből, vagy nem tudom, hogy hogy mondja. Az biztos, hogy most nem 8-biten és nem Nanin van a hangsúly. Az 8-bites minigémekből azért sok minden meg volt jósolva, például a Brawl Talk-kal kapcsolatban, illetve valószínűleg még lesznek ott elrejtett dolgok későbbi update-ekkel kapcsolatban is, de a lényeg nekünk az, hogy eltűnt onnan az a karkötő, és az biztos fontos lehet. Ezen kívül, ha már a jobb oldalnál tartunk, került oda egy új dolog, ami hát valószínűleg egy szemét lehet, ugyanis hát ahogy láthatjátok, szinte ugyanott, ahol a Nanis karkötő, megtalálható egy ilyen, hát nem is tudom pontosan micsoda, de azt láthatjuk, hogy egy ilyen, amiben valószínűleg a spagettit ehette valaki. Egyből eszembe jutott nekem ez a pálcikás spagetti, ugyanis láthatunk pár szál tésztát még, ami ott megmaradt, egy kis maradékot, és ugye ez a pálcikás spagetti nagyon sok helyen feltűnt mostanában a Brawl Stars-zal kapcsolatban, az 8-bites minigémektől kezdve, ezen a titokzatos Starparkos weboldalon át a Brawl Talkig, tehát srácok, szinte mindenhol ott volt ez a bizonyos pálcikás spagetti, sőt még egy kisebb csatornán csináltak egy szponzorációt is a Supercellék, hogy ki kellett bontani az adott videósnak, egy nem túl ismert videósnak egy pálcikás spagettit, és ezért ugye pénzt kapott a Supercelltől. Ami nagyon érdekes, a hashtag Starpark hashtagre, hogyha rákerestek, ott nagyon sok nagyon érdekes videót találhatok ilyen szponzorációkkal kapcsolatban, amik szintén érdekesek voltak, főleg még ugye a Brawl Talk előtt. Előre, hogy pontosan ez a spagettis dolog mit jelent, azt még nem tudhatjuk, de elég sok helyen feltűnik mostanában. És hát ami a VKBR-ben feltűnik, az biztos, hogy már kevésbé fontos dolog nem lehet, hogy ilyen érdektelen dolog az nem lehet. A másik új dolog az egy kártyaszerű dolognak tűnik nekem, ami a két rádió közé van beékelődve, ugye a fő rádió közé, ahogy a jelerősséget láthatjuk, illetve e közé a bizonyos kazetta lejátszó közé, és ez pedig egy Spike-ot tartalmazó kártya, legalábbis egy Spike-ot ábrázoló kártya, ahogy láthatjuk, vagyis hát annyira nem láthatjuk azért, de hogyha ráközelítünk, szépen alaposan megnézzük, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy Spike található meg ott, srácok. Nagyon-nagyon fontos, hogy én már hónapokkal ezelőtt is beszéltem erről, illetve több külföldi videósnál is látható volt, hogy Spike-ot nagyon durván előtérbe helyezték, és fontos szerepet tulajdonítottak neki, illetve én is. Tehát én már nagyon régen mondtam, hogy Spike-kal kapcsolatban valami még biztos, hogy fog történni, akár kap hangot, akár valami más, de sok ilyen
pletyka van, hogy Spike gonosz, Spike-nak valami nagyon-nagyon fontos szerepe lesz majd később, és ugye sokan azt is mondják, hogy a Vidám Parkban Spike egy ilyen kis bábú, amit esetleg is meg lehet vásárolni, és a tetején látható is egy ilyen kis karika, ami olyan, ami ilyen bábuknál is szokott lenni, hogy ugye amit a Vidám Parkokban, amikor az ilyen helyeken lehet kapni, hogy letekered így a tetejét, vagy így leszeded, így szétpattítod a kis bábút, és ott van benne valami kis cukorka, vagy valami ajándék. Viszont a VKBR-ben még régebben hallottunk egy olyan hangot, ami arra utalt, hogy ne akarjuk megtudni inkább, hogy mi van Spike belsejében, mert nagyon-nagyon ijesztő, titokzatos dolog, amit ha megtudunk, akkor valami nagyon nagy baj lesz. Úgyhogy durva srácok, hogy Spike is bekerült ide, és eddig egy brawler az, akinek tényleg rendesen a képét is láthatjuk a VKBR-ben, úgyhogy biztos, hogy nagyon fontos dolog van Spike-kal kapcsolatban itt most a Brawl Stars-ban. Ugye Nani-nak már láthatjuk a karkötőit, még az ébites kazetta is utalt erre az egészre, meg ugye ott volt Max energiaitala is, tehát azt nem lehet mondani, hogy brawlereknek az utalásai nincsenek itt elrejtve, viszont tényleg Spike-nak egy az egybe úgymond a képét láthatjuk, magát a brawlert láthatjuk, nem pedig valamiféle eszközét vagy hasonlót, úgyhogy biztos, hogy valami nagyon durva jelentősége lesz majd Spike-nak is. Többiekben. Ugye azt nem lehet tudni, hogy esetlegesen hangok lesznek-e még, tehát ez se biztos. Én azért valószínűleg tartom, hogy most, hogy így megjavul, lesz még egy képi változás, és esetleg teljesen megjavul, vagy valami nagyon picit változik még, vagy nem is tudom. Viszont a lényeg az, hogy újra fognak jönni a hangok. Lehet az októberi update-ben lesz esetlegesen vége, mert ugye kiderült, hogy októberben lesz még egy update. A végén ugye mondták, hogy találkozunk októberben, és ez akár azt is jelentheti, hogy októberben jönni fog még egy karakter, akit akár most itt a VKBR-ben próbálnak majd meg fölvezetni, hogy mindenképpen izgalmas lesz. Illetve nagyon érdekes az is, hogy ugye kromatik karaktert most megkaptuk Colette-et, úgyhogy valószínűleg ez úgy lesz, mint a gér után a Nani, hogy egy epic, rare vagy super rare karaktert kapunk. Én nagyon valószínűleg tartom, hogy ebből a háromból fog valamelyik Redditibe jönni karakter. Nagyon jó lenne most már végre egy rare brawler. De az biztos, hogy fognak még jönni a VKBR-be hangok, és azok aztán még az eddigi hangoknál is sokkal fontosabbak és izgalmasabbak lesznek. Beszéljünk a harmadik dologról, amiről annyira sokat nem tudok beszélni, nem tudom, hogy ti ebből esetlegesen többet ki tudtuk-e hámozni, vagy tudtok-e valami információt ezzel kapcsolatban. Nekem ez tényleg csak egy teljesen átlagos eldobott szemétnek tűnik, annyira nem hasonlít egyik brawlernek a cuccaira sem esetleg, vagy színeire, vagy ruhájára, vagy bármiére. Vagy termékére, ugye a merch, ugye most ugye kinyitott a gift shop, ugye a Brawl Stars-on belül, az, hogy majd tényleg kinyite, és hogy mi is minket tényleg a valóságban rendelni dolgokat, azt nem tudom, de ez így nem annyira tűnik, úgyhogy bármire is utalna, bár biztos, hogy van valami jelentősége, de egyelőre nem tudjuk, hogy mi lehet az. És ami még szerintem fontos lehet, és ami még változott az eredeti VKBR-rel kapcsolatban, az a mutató. Ugye a mutató teljesen ugyanolyan maradt akkor is, amikor oda került a Max energiaitala, tehát mindig csak középig ment föl maximum, vagy egy nagyon picit tovább billen, de a 20 plusz 10 és plusz 20-as kategóriára, arra zölddel kijelölt kategóriára soha nem csúszott át ez az egész, és nullára is csak nagyon-nagyon ritkán és kevés ideig ment le. És ugye amikor tönkre ment az egész VKBR-rel, és úgy tűnt, hogy vége lesz, akkor gyanúsan folyamatosan nullán volt. Tehát akkor nem mozdult, mert csak nullán volt végig, és most, hogy ez a szöveg megy, és ugye megjavult úgymond a VKBR-rel, most nagyon sokat van nullán, viszont nagyon sokat van 20-on is, tehát így a szélsőséges oldalakon van, nem átlagos, tehát még nem tökéletes ez a VKBR-rel, csak éppen normalizálódik szerintem a helyzete, vagy ilyen erőltetett normalizálás ez az egész, tehát egy picit így bele van erőltetve, mint a Vidám Parknál is láthattuk, hogy jó az, de úgy mégse, tehát ránézünk, láthatjuk, hogy még koszos, még nem teljesen javult meg. És hogy miért is vonok párhuzamot, tehát miért is hasonlítom egymáshoz a VKBR-t és a Vidám Parkot, srácok? Mert van köze egymáshoz. Nagyon durván nagyon sok köze van egymáshoz. Tegnap a Brawl Talkban láthattuk a VKBR rádiót, tegnap a Brawl Talkban hallhattuk azt, hogy this is normal, és láthattunk piros fényvillanásokat is. Bizony. Nem tudom, mennyien vettétek észre, srácok, de nagyon durva, hogy a Brawl Talkban el volt ez mind rejtve, és előre meg volt jósolva, és előre meg volt mutatva ez az egész, hogy mi fog történni a VKBR-ben, csak nem vettük észre nagyon sokan. Hát igazából senki nem nagyon beszélt róla, tehát igazából biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen vettétek észre esetlegesen. Nyugodtan játok le, hogy ti már láttátok és tudtátok ezt előre, illetve hogy mennyire meglepő ez nektek, ugyanis mutatom. A VKBR-ben hallható ez a This is Normal hang, meg is mutatnám nektek még egyszer. És ezzel szemben, amikor is ugye a kínai srác, aki körbevezet minket, a kínai, hát
bácsi, úr, férfi. Amikor ez a kínai férfi átváltozik az öregemberré, igazából valószínűleg eltelik egy kis idő, vagy nem is tudjuk pontosan mi lehet ez az egész, de a lényeg az, hogy mintha egy robbanás következne be. De nem következik be egy robbanás, hanem szimplán csak átváltozik az öregemberré, és nem is ez a lényeg, legfőképpen szerintem, hanem az a hang, amit akkor hallhatunk. Bizony, srácok, ott van ugyanazon a hangod, ugyanazon a hangfrekvencián konkrétan, hogy this is normal. Bizony, srácok, nagyon durva, és tényleg elképesztő, nem is gondoltam volna tényleg ilyenre. És srácok, ami még nagyon-nagyon durva, hogy ha már ez a hang hallható, akkor nincs más, mint hogy még egy kicsit jobban megnézzük ezt a jelenetet, és ahogy láthatjátok, piros fény is villog itt a férfire. Tehát ahogyan láthatjuk, a This is Normal hangot is ugye hallhattuk, így láthatjuk azt is, hogy a piros fény is visszaköszön, és ugye a VKB-ben is ilyen piros fény villogott, amikor nagyon nagy volt a gond. Ami érdekes egy kicsit, hogy akkor villog a piros fény, utána ez a This is Normal volt, tehát igazából pont fordítva, mint a VKBRL-ben, tehát a VKBRL-ben a piros fény, ugye a meghibásodás után lett ez a normális helyzet, viszont itt a normális helyzet, amikor beköszön, akkor kezd el még villogni a fény, vagy nem is tudom pontosan, szóval elég fura ez nekem. Lehet, hogy esetleg ez azt jósolja meg, hogy megint tönkre fog menni, vagy megint lesz majd valami probléma, és hogy további események következnek a VKBRL-ben, amire nagyon kíváncsi vagyok, és akármikor, akármi történik, igyekszem nektek a leghamarabb elhozni, minél hamarabb, minél frissebb információkkal szolgálni, ahogy most is egyébként. És hogyha megnézitek ezt a jelenetet még egy kicsit jobban, akkor a háttérben láthatjátok azt, hogy ott vannak ilyen bizonyos rádiók, amit ott kezelgetnek ilyen emberek, és amikor jön a probléma, akkor nem tudnak nagyon mit kezdeni vele, hiába nyomkodják össze-vissza, úgyhogy nagyon-nagyon gyanús, hogy az maga ott a VKBRL rádió lehet esetlegesen a háttérben. Ezt azért nem mondom 100%-ra, de gyanús, hogy az ott bizony a VKBRL rádió, mert ott hallható az a This is Normal bemondás is, ami ugye magában a rádióban hallatszik is, úgyhogy én nagyon-nagyon megkockáztam, ezt, hogy ez így van. Úgyhogy srácok, ez a mai videó igazából ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy érdekesnek találtátok, és remélem, hogy tudtam nektek újat mutatni, ugyanis szerintem elképesztő durva, vagy így a Brawl Talkban el volt rejtve maga a VKBRL jövője, és lehet, hogy többször is fognak ilyet művelni, ugye már animációban is volt elrejtve a VKBRL-lel kapcsolatban dolog, illetve a VKBRL-ben is volt elrejtve már animációkkal kapcsolatban, illetve update-ekkel kapcsolatban dolog. Szóval mindenképpen érdemes ezeket a dolgokat figyelni, én igyekszem mindig a leghamarabb, a legérdekesebb információkat elhozni nektek, szóval iratkozzatok fel mindenképpen, és a csengőt is nyomjátok be, hogy ne maradjatok le ezekről az érdekes hírekről, érdekességekről, információkról. Illetve nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett nektek és izgalmas volt számotokra, valamint osszatok meg haverokkal, ismerősökkel, hogy ők is láthassák ezt a sok különleges információt. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, nyugodtan írjátok le a véleményeteket kommentbe, ti mit gondoltok erről az egészről, szerintetek mi lesz mostantól a VKBRL-ben, mi fog történni, hova fog változni, milyen új hangok jönnek majd, mivel kapcsolatosak lesznek, milyen új, akár képi változások fognak érkezni. De hogyha megfigyelitek, nagyon apró változásokat is végeznek ezen a VKBRL-en, picit a színeket is változtatják, például a kazetta lejátszónak eddig ilyen fakó, kopárabb színe volt, és most sokkal ilyen erőteljesebb lila lett. Nem tudom, ezt például észrevettétek-e, de nagyon sok érdekesség van, hogy nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit vettetek észre, szerintetek mi lesz a jövőben a Brawl Stars-a kapcsolatban, illetve mennyire várjátok már magát az update-et, amiről ugye már mindent tudunk, illetve hogy az októberi update-ben esetlegesen mire számítotok. Úgyhogy srácok, várlak vissza titeket legközelebb is, én Hunter voltam, szevasztok! This is normal.